Idén december 28-ától már árusítható a tűzijáték, és bizonyos ilyen típusú termékeket használni is lehet, mondta el stábunknak a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke. Cseh László kiemelte, hogy a jogszabály nem változott, de az üzemeltetés során fontos különbségek vannak egyes pirotechnikai eszközök között. Az 1-es 2-es pirotechnikai termék az 28-án 6 órától, a 3-as pirotechnikai termék pedig csak 31-én este 6-tól, és mind a három kategória ugye január 1-én 6 óráig lehet üzemeltetni ezeket a termékeket. Hozzátenném még azt, hogy nagyon figyeljünk oda a vásárlásnál a biztonsági rendszabályokra. Mind az árusítók, mind a segítők kell, hogy rendelkezzenek termékismerettel. Fontos, hogy a vásárlók figyelmesen olvassák el a használati útmutatót. Cseh László, aki egyébként pirotechnikus is, azt javasolja, hogy például a rakétákat épületek között egyáltalán ne használjuk, csak nyitott területen. A 16-20-25 lövéses telepek egyébként biztonságosabbak, mint a pálcás tűzijátékok. A polgárőrség folyamatosan járőrözni fog az év végén is, így többször is találkozhatunk az önkéntes egyenruhásokkal. Segítséget tudnak a polgárőröktől kérni, nem a pirotechnikai termék üzemeltetésében természetesen, hanem hogyha baj van. Úgyhogy mindenkit, mind polgárőr is kérek, hogy a biztonsági rendszabályokat tartsa be. Alkoholos állapotban addig, amíg észnél van, addig használjon csak pirotechnikai terméket, illetve a 112-es telefonszámot gondolom már mindenki ismeri, azt hívja, hogyha problémája van. Az elnök hozzátette, hogy a fel nem használt tűzijátékokat január 5-ig lehet visszavinni ahhoz az árusítóhoz, ahol megvásárolták a terméket. Blokk ellenében az eladó visszaveszi azt, majd a jogszabály értelmében meg kell semmisítenie.